A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt az ideje, hogy összeüljünk itt családilag. Ezúttal szakértőinkkel, akiket szeretettel köszöntök a stúdióban. Supiszné Tóth Máriát, a Királykút gyógynövény szaküzlet tulajdonosát, fitoterapeutát, táplálkozástudományi szakembert, és sorolhatnám még. Igen, az is elég. Üdvözlöm a nézőket. És akkor nézzük, mi a helyzet Fekete Cseri Zsuzsanna esetében, akit szintén szeretettel köszöntök, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm már is szépen. Megérkeztünk Gábor atyához. Nekem csak kettő van. De az nagyon-nagyon fontos, ugye elsősorban plébános, másosorban pedig mentálhigiénés szakember. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Témánk most már végül is többedik műsorban a család és a táplálkozás, mert azért ez egy nagyon fontos kör, azt már úgy tisztáztuk, hogy ez nem csak arról szól, hogy táplálékkal töltjük fel a családot, hanem az együttléttől is és egyebekről. Vezessük fel a műsort akkor most azzal, hogy hogy is viselkedjen a család az asztalnál. Ugye vannak ilyen berögzült mondások, én legalábbis még emlékszem rá annak idején, hogy beszéd közben ne egyél, és akkor semmi más nincs, mint csendben ül a család. És evés közben ne beszélj. Bocsánat, evés közben ne beszélj, beszéd közben főleg ne egyél, úgyhogy a helyzet ugyanaz. És akkor csendben ül a család, és megy a csámcsogás, és megy a, na, és akkor jönnek a fegyelmezések, a többi, hogy ne csámcsogj el egyáltalán. De mégis ugye mi pedig azt mondtuk, hogy a család ilyenkor tud együtt lenni, amikor leülnek, és jön mondjuk a vacsora. Hát hogy jó ez most egyáltalán? Mi a divat, és mennyire tér el ezektől a hagyományoktól? Szerintem nem a legkevésbé szakember, de az én fantáziám az, hogy abszolút a család vérmérsékletétől függ. Tehát, hogy van egy, mondjuk egy mediterrán típusú család, egy ilyen olaszos típusú temperamentumú család, akiknél úgy egyébként is az alaphangerő sem arról szól, hogy csendben vagyunk és csak úgy beszélgetünk, hogy nyilván a vacsorának a hangulata is egy ilyen nagyon pörgős, és mondjuk egy nagyon szélsőséges képet próbálok valamilyen, nem tudok jó képet mondani, de ez a hűvös, kímért típusú család, ahol mindenhol rend és fegyelem van, ott valószínűleg esetleg még komoly zene is szól a háttérben, de mindenki néma csöndben és könyvel a hóna alatt etikett szerint vágja föl mondjuk a húst, vagy eszi a borsót, amikor megfordítod a villát, és akkor igazából nem alulról nyúlsz a borsó, hanem megfordítva, és akkor próbálod rá ügyeskedni. Tehát ugye szerintem ez a véglet, és szerintem valahol a családnak az egyébként, mondjam, kicsit magyartalan, de egyébként való működésétől is függ szerintem, hogy az a közös étkezés, az milyen típusú. Nem tudom, hogy lehet-e bármiféle ilyen szabályt ráhúzni, hogy mi a helyes. Igen, egyébként ez is egy jó szó, hogy szabály vannak, ilyen általános szabályok, mint amit a Csilla is mondott, hogy ne beszélj, ne, stb. De igazából szerintem, ha ilyen szabályokat akarunk, vagy egyáltalán nevelni akarunk, például étkezés közben, akkor nem gondolom, hogy a szabályok lennek az elsősorban a legfontosabbak, hanem a minták. Tehát mit mutat az anya, mit mutat az apa? És a szülők, ahogy hozzáállnak ehhez a dologhoz, azt fogja a gyerek is magáévá tenni mindenféleképpen. És ha mi szeretnénk azt, hogy ő esetlegesen az ételre figyeljen, és az legyen a fontos, akkor tegyük ugyanezt. De amikor közben az apa nézi a tévét, meg a telefonját, és akkor mondja a gyereknek, hogy ne nézd, ne csinálj, hát akkor ez abszolút hiteltelen. Ez pontosan így van, én is ezt gondolom erről. Viszont a szokásrendszernek nagyon-nagyon meghatározó része az étkezéseknek a minősége. Különösen akkor, hogyha egy olyan családról beszélünk, aki most a 21. században jókedvén a túlélésért meg a lélegzetvételéért küzd, szinte mindenki a rohanásban és a kapkodásban. Ugye vannak a gyors ételmek, a fast food kaják és a nem tudom én micsodák, és akkor ezek mellett, ha még egyáltalán a házi asszonynak van lehetősége naponta rendesen friss ételt tenni az asztalra, ugye azt valahogyan elő kell teremteni, azt haza kell vinni, azt gondozni kell, azt el kell készíteni, utána el kell a romokat takarítani, stb. Tehát hol van erre ma már idő? Mondják sokan, és vannak, akik azt mondják, hogy nem. Nálunk az van, hogy este 6 órakor
addigra összeér a családnak apraja nagyja, és akkor este 6 órakor leülünk és együtt vacsorázunk. Mert az egy olyan idő, amikor együtt tud lenni a család, és egymásra tudunk figyelni. Na, itt nincs az, hogy most senki ne beszéljen, hanem evés közben szépen átbeszéljük a napi történéseket, evés közben szépen végigvesszük azt, hogy kivel milyen élethelyzetek adódtak, van-e valami feladat, vagy bármi más. Ez az egyik része a történetnek az én olvasatomban, és itt is a szülők lesznek a meghatározók és a mintaadás. Mert a szülő fogja a kereteket meghatározni. Tehát ha én felnőttként nem tudom azt eldönteni, hogy most van evés, és most ül le mindenki, akkor egy 3 gyerekes családba kitör a káosz. Mert akkor ahányan vannak, annyi felé mennek, ezt nincs, aki ezt képes legyen logisztikailag koordinálni. Tehát ez nem működik. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valami fajta normalizált életritmus tudjon élni egy család, ahhoz meghatározó, és az alvás és az étkezés ritmusához fogunk szépen alkalmazkodni biológiai ritmusunkban és mindenünkben. Aztán, hogy viselkedés meg etikett, az már egy másik történet. Igen, azt meg kell jegyezni, hogy fontosnak tartom azt a megoldást, és amit Gábor atya mondott, hogy megtanulja valaki otthon, hogyha elkerül egy étterembe, akkor ezt hogy kell csinálni. Találkoztam már olyannal, aki viszonylag jó nevelést kapott, aztán kapott meghívást egy nagyon elit helyre, ahol enni kellett, hát kapásból nem tudta, hogy mik azok az evőeszközök, amik elé ki vannak téve, nem tudta, hogy így ebbe a poszba ő nem tud enni, és közben ülne, hogy és egyáltalán, és nagyon kínosan érzi magát ilyenkor az ember. Tehát nem azért kell megtanulni, mert most megtanulott, fiam, hanem azért, hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor neki ne legyen ez olyan rossz, de nyilván nem tudom elképzelni, legalábbis nálunk a családban nem tudom elképzelni, hogy így együtt meg, mi nem az a család vagyunk, aki így ennék végig az ételt, de azért ezt valamilyen szinten csak el kell sajátítani. Igen, egyébként most, ahogy beszélgetünk erről, hogy hogyan viselkedjünk és mit csináljunk az asztalnál, az jutott el végig az agyamban, hogy rendben van, ez is nagyon-nagyon-nagyon fontos, de például az is milyen fontos, hogy amikor végre összeül a család, és van egy szokás, egy minta, hogy akkor mit eszünk. Mert amikor hazaesik, úgy, ahogy a Zsuzsi mondja, hazaesik az anya, és kapkód, és akármicsoda, és én azt látom, hogy ilyenkor van nagyon sok probléma, hogy nem tudja ugyanabban az időben, esetleg elcsúszik, megcsúszik, és azt gondolom, hogy ha erre felkészül egy családanya, hogy nem tudom, hogy ez most mennyire kivitelezhető, én azt gondolom, hogy igen, hogy legyen egy heti beosztása, hogy mit főzök. Tehát, hogyha ő előre elgondolja, hogy mit fog enni a család hétfőket, szerdán és a többi napon, akkor megkönnyíti a saját munkáját, hogy nem aznap kell gondolkodni, meg egy olyan rossz példa van nagyon sok számtalan, hogy megkérdezem a gyereket, hogy mit akar enni. Ez nem mindig jó. Ez nem mindig jó. Az egyáltalán semmikor se jó. Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az anyának kell, vagy az apának, aki, mert nem feltétlenül az anya látja el például vacsorával a családot, lehet, hogy az apa, mert ő szeret főzni, vagy egyáltalán az ő reszortja ez, de hogyha erre tudatosan felkészül, akkor sokkal egyszerűbb a dolog, sokkal kevesebb hiba csúszik be, és maga az étkezés is, úgy ahogy beszéltünk róla, maga az étkezés módja is sokkal egyszerűbb lesz. Nagyon fontos dolognak tartom, és az, hogy a gyerek válogathat, és most egészséges gyerekekről beszéljünk, azért ezt mindig tegyük hozzá, hogy vannak táplálkozási nehézséggel küzdő gyerekek, és ma már számos ilyen gyerek van, tehát nem róluk szól ez a történet itt, vagy ez a fejezet, vagy ez a rész. Azok az egészségesen növekvő gyerekek pedig szépen integrálódni tudnak a családi szokásrendszerbe. Mindenkinek lehet egy vagy két olyan étel, ami vagy az állagánál, vagy a színénél, vagy a szagánál fogva, vagy egyáltalán bármi hozzá kötődő érzelemvilágból kifolyólag, ő azt köszöni nem kéri. Én nem szeretem a gombát, nem szeretem gombás ételt enni, én nem szeretem a halat, nem szeretnék halas ételt, nem tudom, ezt el tudom fogadni az egészséges gyerekeknél is. De azt, hogy ott van az étel, és neki ez se tetszik, az se tetszik, meg amaz se tetszik, ha ezt megengedjük neki, akkor ő el fogja azt vinni egészen odáig, hogy egy egész asztalt kell neki megteríteni, és még akkor se fogja megtalálni a kedvére valót. Nagyon nagy baj, hogyha az étkezésbe beleengedjük azt, hogy a gyerek irányítson. Tehát ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, mert hogyha a felnőtt irányít, akkor a felnőtt tudja, hogy mit miért, hiszen többé reménykedünk benne, hogy tudatosan készül is fel arra, hogy mit főz, milyen alapanyagokból fogja azt elkészíteni, milyen technológiával fogja azt elkészíteni, és mikorra lesz ott az asztalon.
Tehát nincs olyan, hogy én még nem vagyok éhes, és amikor ágyban van, akkor éhen halok, szomjan halok, álmon halok, minden bajom van. Tehát ez nem működik, hanem tessék szíves lenni a felnőttnek struktúrálni ezt az egészet. Nem rigorózus módon, tehát azért legyen benne valamennyi rugalmasság, de nem arról szól, hogy szétfolyik az egész, mert akkor onnantól kezdve az egész család élet fog szétfolyni. Tehát az étkezés, hogyha megnézel egy családnak az étkezési szokásrendszerét, akkor nagyon sok mindent el tudsz róluk mondani. Igen, ezt akartam is mondani, hogy tulajdonképpen ez a család egészéről is valamiféle képet tud kiállítani, hogy milyenek a kapcsolatok. Most ez megint ez a, nekem ez a három szó jutott megint eszembe, ez a szabályok, keretek, szerepek. Igen. És hogy ez a családra, ha a családra, mint rendszerre nézünk rá, akkor az, hogy most éppen az étkezést emeljük ki belőle, az csak a rendszer működésnek egy eleme az egész rendszer működéséhez képest. Tehát és nyilván ott is van ennek valamiféle lenyomata, hogy hogyan működünk itt, amit az előbb hoztatok akár példaként, hogy mondjuk mobiltelefon az asztalnál, megengedjük, nem engedjük, ki használja, ki nem használja, hogyan használjuk, vagy nem használjuk, vagy ugye a klasszikus régi, ami manapság ugye már egyre kevésbé van, hogy apuka olvassa az újságot, és akkor a közben mondjuk a kiszolgálja, meg a család eszik, de apuka meg olvas, de gyakorlatilag nincs együtt a családdal. Tehát, hogy milyen képen van mondjuk arról a rendszerről, arról a közösség, aminek én a része vagyok, és hogyan tudok ott lenni, hogyan tudok megérkezni, hogyan tudok benne lenni. És ehhez akár csak ezek az apró rítusok vagy szabályok, amiket idehoztál, hogy ne csámcsok, meg nem tudom miket csinálj, meg miket ne csinálj, ezek pont ahhoz ugyanúgy hozzátartoznak, hogy mennyire figyelünk egymásra, hogyan vagyunk együtt, hogyan működünk. És azért, hogy ennyiről idehozhatnánk azt, hogy hogyan kirándulunk, vagy nem tudom, hogyan megyünk el bevásárolni, ha családilag megyünk el, mennyire osztjuk be, hogy ki mit csinál, hogyan csinálja. Hát, hogy azt hiszem, hogy talán így érdemes nézni. És arra akartam ráadósítani, hogy én is azt gondolom, hogy akármelyik elemét emeljük ki a család működésének, szerintem a család egészéről tudunk képet kapni. Mondjuk egy közös étkezésnél, hogy mennyire figyelnek oda egymásra, mennyire vannak ott együtt. És ott azért elég izgalmas dolgok tudnak előjönni, azt hiszem. Nagyon érdekes megfigyelni a változásokat egyébként, ahogy átalakulnak a társadalomban a trendek. Én még úgy nőttem fel, hogy amikor elkészült az étel, akár a nagyszüleimnél voltunk, ahol nagyon sokan voltunk, sok gyerekunoka, mindenki együtt, ott biztos, hogy a családfő kapott először enni. Tehát az ő tányérjába került először a leves, és ez a világon a legtermészetesebb dolog volt. Az anyuka merte ki a leves a családfőnek. Így van. Nagyon tradicionális családok nem érte. Így van. Édesanyja kiszolgált mindenkit, és pontosan tudta, hogy ki mit szeret, pontosan tudta, hogy kinek mit kell a tányérjába tenni, és mennyit. És azt gondolom, hogy itt ki voltak jelölve a helyek, szerepek, keretek. Ez nekem akkor nagyon furcsa, megyek mondjuk családlátogatás, és még egy ilyen típusú családhoz megyek, hogy anyuka szed mindenkinek, és akkor ott vagyok én is, és kérdezem, hogy és akkor szedjek neked is, és így nem tudom eldönteni, hogy mi a jó válasz, hogy most szolgáltassam ki magamat, hogy akkor nekem is szedjenek, és akkor vagy ebbe pedig mondjam segíteni. Azt, hogy én veszek magamnak, hogy akkor mégiscsak mégsem érzem én a gyereknek magamat, tehát hogy ez egy ilyen... Ugyanis ez megtiszteltetés, hogyha ő az ő ételéből ad neked, és kiszolgál téged. Tehát ez nem az a fajta szolgálat, amikor te gyerek státuszba kerülsz, hanem az a fajta szolgálat, ami kijár a vendégnek. Ha így van, a szokásrend. Ha mindenki magának szed, akkor pedig világos, hogy a vendég fog először szedni. Tehát megint ez hogy milyen a család életnek a dinamizmusa. Ez azért mosolygok én ezen, mert nálunk ez még ez így van. Én még ezt így csinálom, hogyha vendégek jönnek is, rokonok, ismerősök, én nem ülök le, én ott állok, és akkor addig mindenki megkapja, amit szeretne. Igen. Én is mindig megkérdezem. De úgy, ahogy mondja Zsuzsi, tehát én nem azért kérdezem meg, hogy szedjek-e neked, mert hogy én most gondoskodtam, hanem én ezt így szívesen megteszem, így hogy én szívesen látom, és én ezt szívesen. És én azt gondolom, hogy ez úgy mindenkinek úgy jól is esik. Úgyhogy a legközelebb így vagy. Szóval a jó válasz megtisztelsz, ha merítesz. Nem attól tartasz, hogy nem tudsz edni. Nem, bizony nem. Igen, hanem, hogy igen. Szeretnéd, hogy igen. Vagy. De természetesen, hogyha meg olyan a szokásjog, akkor oda van készítve az étel, mindenki igen. Előtt ott van a gyönyörű teríték, és akkor ugyanígy szokás szerint megvan a meghatározott sorrendje, hogy ki mikor vesz a tálból.
Tehát ez ugyanígy, ez meghatározza a családi szerepek szerinti struktúrálódását a családnak. Tehát akkor tudom azt, hogy a család fő fog először szedni, tudom azt, hogyha vendégek jönnek, akkor a vendégek fognak először szedni, és utánuk a család fő fog szedni. Tehát, hogy ennek megvan a meghatározott rendje. A gyerek, ha már önállóan tud szedni, az egy külön rang. Sőt, még régebben volt gyerekasztal, meg felnőtt asztal a polgári családoknál. Tehát amikor a gyerek már odaülhetett a felnőttek közé, az azt jelenti, hogy ő már megtanulta azt a szintet, hogy igen, odaülhetett a felnőttek asztalához, és akkor ő már oda emelkedett. Láttam én, hogy a szülők gyorsan úgy intézték el, hogy ők ültek a pici piros asztalnál, és a gyerekek a nagy asztalnál, majd mi is megyünk. Egyébként szerintem a család hangulatáról is tud egy ilyesmi árulkodni, hogy akkor éppen a család egyének egy-egy tagja milyen hangulatban van, ezt azért mondom, mert láttam ilyet. Tehát tudok olyan gyereket, aki már rég maga vágja a kis húsiát, mert ő erre képes, kezeli a kis eszközöket, és akkor ülünk az asztalnál, és egyszer csak úgy elkezdi, vágd fel nekem. Ebben úgy érzem, hogy akkor ő neki a hangulata most éppen olyan, hogy egy kicsit el van anyátlanodva, mert az előző nap meg olyan büszke volt, hogy én vágom. Tehát ilyenkor egy picit le tudjuk venni, gondolom, akik ismerik egymást különösképpen a családban, hogy na őre most egy picit figyelni kéne. Így van. Így ez van. Pontosan ezt jelenti. Igen. Most egy, bocsánat, hogy egy picit csavarok a beszélgetésen. Az én, egy picit az én szakmám fele, ugye erről beszélünk, hogy hogyan étkezünk, mit csinálunk, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. De egy picit beszélünk arról is, hogy mikor történik, ugye most a vacsoráról van szó. Igen. Nagyon-nagyon sokszor érzem azt, amikor problémával jönnek hozzám, akár felnőttek, akár gyerekek, például nincsenek tisztában azzal, hogy mi az a legkésőbbi időpont, amikor lehet enni, az az étkezés mit tartalmazzon, mert miért van az, hogy a gyerek hajnalban fölébred, nem tud aludni, sír, fáj a hasa, stb. Tehát az is egy nagyon-nagyon rossz metódus, hogyha közvetlenül lefekvés előtt eszi magát tele a gyerek. És akkor pláne, hogy mivel, mondjuk például, ha húsétellel. Igazából ugye a kínai gyógyászat azt mondja, hogy ha húsételt eszel, 4 óra múlva mehetsz csak nyugovóra. Tehát ha egy gyerek 9 órakor fekszik le, ugye, akkor elvileg a húsételt 5 órakor ehetné meg, és nyilván utána még lehet valami kis kiegészítés, de húsételt menne, a felnőttnél ugyanígy. Ha nincs, nem tartalmaz húst az étkezése, akkor 2 órával lefekvés előtt. Mert egyszerűen élettanilag az emésztésnek megvan a maga dinamikája. És hogyha erre nem figyelünk, akkor ez az éjszakáinkat befolyásolni fogja, és kellemetlen, nyugtalan lesz az alvásunk, és nem fogunk pihenni semmi, se a gyerekek. Ez nagyon jó, hogy mondtad, mert megerősítettél. Mert ugye van egy ilyen tévhit, vagy legalábbis sokan szoktak ezt mondogatni, hogy este 6 után nem szabad enni, mert hogy nem tudom, mert nem tudsz jól aludni. És akkor én ezt valahol hallottam, pont ezt, hogy nem az, hogy este 6 után, hanem lefekvés előtt 2 óra. Tehát aki éjfélkor, az a ritmusa, hogy ilyen éjszakai bagoly, és éjfélkor fekszik le, és ha még 10-kor eszik, hát akkor még az még nem olyan ártalmas, azt gondolom, mert nem attól fog meghízni, hogy ő most 10 órakor eszik. Persze, hogy nem, meg gondolom nem bőséges, hanem valami kis pótlást. Ez a másik kérdésem, ha már egy kicsit ellopjuk tőled a szót, hogy mert van egy ilyen szintén tévhit, vagy nem tudom, hogy tévhite, hogy este nem szabad gyümölcsöt enni, mert hogy akkor az berohad, és akkor tönk, akkor nem tesz jót. Ez igaz? Igen. Hát ez nem tévhit, meg így önmagában nem is lehet elemezni. Attól függ, hogy mit ettél vacsorára. Aha. Tehát, hogyha te mondjuk 8 órakor vacsoráztál egy adag rántott hús, vagy pörköltet, akkor te már arra nem ehhez gyümölcsöt. Mert az már tényleg annak a pörköltnek, ugye van ideje, amíg a gyomorba tartózkodik, amíg az emésztődik a vékonybélbe, hogyha te arra ráeszed a gyümölcsöt, mondjuk 1 óra múlva, vagy 1,5 óra múlva, a gyümölcs az nagyon-nagyon hamar. Ugye a gyümölcs, cukor, rost nagyon hamar bomlik, erjed. És akkor lesz egy alkoholos erjedés, amitől ilyen nufi szindrómája lesz az embernek, és akkor kellemetlenség. A máj is nehezebben bontja, a 3, ugye 1-től 3-ig van a májnak a biológiai, így van, akkor onnantól kezdve már az fölébredsz, akkor az, tehát az nem jó. Ha gyümölcsöt eszel este, az csak olyan formában lehet, ha csak azt eszed. Ha csak azt eszed, akkor lehet ezt megtenni, de akkor ebédeltél, és az a vacsorát, hogy eszed a gyümölcsöt. Uh-huh.
Most te nagyon... mi érzik egy jó parizsiles kenyeret 8 órakor, akkor utána ne egyek halmat. Utána már ne egyél gyümölcsöt. Ha csak ilyen egészséges ételeket hozzak ide. Igen. Piros arannyal. Különösen a nátrium glutamátos piros arannyal. Igen, ó, igen. Akkor azért ne egyél már gyümölcsöt. Igen. Egyébként most van egy ilyen nagyon diétákról még olyan nagyon nem beszéltünk, csak egy picit behoznám ide ezt a témát, valószínűleg ez is majd előkerül. Van most egy ilyen divatos, vagy nem divatos, ugye böjt időszakában vagyunk, a részleges böjt, amikor időablakosan böjtölsz. Amikor azt jelenti, hogy egy nap 8 órán belül fogyasztod el a táplálékodat, és utána a maradék időben pedig nem eszel, csak vizet iszol. Mert hogy ez nagyon-nagyon jó és kedvező hatású élettanilag. Nagyon-nagyon sok mindent meg lehet vele változtatni, és be lehet változtatni. Egészséges gyomor kell hozzá, ez így van. Ha megindulnak a savak, akkor... Igen, meg rá kell, tehát nem lehet így egyszer, nagyon jó, amit a Zsuzsi mondott egyébként, én konkrétan én így táplálkozom. De erre fel kell készíteni a szervezetet. Tehát én azt gondolom, hogy ez nekem szimpatikus, vagy én így szeretném, akkor nem lehet az, hogy holnaptól kezdve ez így lesz, mert persze. Akkor az lesz, amit te mondtál, hogy mindenhol sav jön ki. Erre rá kell készülni szépen, lassan, fokozatosan, és akkor ez működni fog, abszolút működni fog, én ezt a saját tapasztalatomból mondom. Persze mindenre van megoldás, mert hogyha egyéni probléma van, akkor is meg lehet találni, hogy mi legyen a megoldás. Ugye, ha emlékszel, nálam pont az volt a helyzet, hogy muszáj volt lefekvés előtt tenni, mert nem tudtam aludni. Nekem akkor ült boszorkány a gyomromban, emettem és fordítva. Na de hát igen, ez mindenképpen ez egyéni. Még egyet, bocsánat, hadd kérdezek, ha mi belefélünk az időben? Hogyne, természetesen. Mert most beindult az agyam, és ha már ez a lefekvés és dolgok kapcsán, hogy olyat is hallottam, hogy a szervezeted azt gyakorlatilag tudja, hogy mi az, amit enned kell. Tehát, hogy vagy sok, hát ugye valószínűleg az kell, hogy egy egészséges, normális étrended legyen. De például pont nemrég volt egy ilyen beszélgetésem, hogy volt valaki, aki világ életében nem nagyon evett ilyen tejtermékeket, de amikor egyszer beteg volt, akkor egyszerűen azt érezte, hogy neki joghurtot kell ennie. Ami sütni kell, ilyenkor már a máj meleg, tehát amikor valaki beteg, akkor egy máj egy meleg állapotba kerül. Tehát, hogy ilyenkor érdemes ezekre a jelekre is odafigyelni? Hát nyilván, de ő akkor ott a hűtésen volt a hangsúly, tehát valami olyasmit kívánt, ami egy kicsit hűti ezt a belső tüzet, és neki nyilván az ismeretei abban voltak, hogy a joghurttal ezt el lehet érni, vagy a kefirrel, és akkor azt megteszi, mert ez becsapós, tehát nyilván némileg igaz, tehát ilyen abszolút igazságok itt sincsenek, mert például, hogyha valaki azt mondja, hogy én az édességet, mert nekem az úgy érzem, hogy jó, és nagy valószínűséggel, hogy hát a mögötte van valamilyen hiány, például a króm hiány. És akkor már mindjárt ez egy becsapós díj, mert nem azért kívánom én az édességet, mert a szervezetemnek arra van szüksége, hanem egy hiány próbál vele kompenzálni a szervezetem. Úgyhogy ezért ilyen kicsit kétélű. De nyilván, hogy kell figyelni a jelekre, csak egy egészen, nem egy kis ablakban nézem, hanem hogy az egészen. A rendszer egészen. A rendszert kell nézni, és a folyamatot kell nézni. Ez egy olyan tudomány, amit jó lenne, ha legalább a családban egy-egy ember tudna, mert igen. Ugye például ott volt a fahéj esete, hogy valaki egyre jobban kívánta a fahéjat, és mennyire fontos volt, hogy találkozott valakivel, aki mondta, hogy hoppá, nézzük meg a cukrodat. Tehát, hogy azért ezeket jó volna tudni, de hát nyilván ezeket nem tanítják annyira az iskolában. Hogy... Pedig ennek lenne helye is szerepe, én azt gondolom, igen. Az általános tananyagban, tehát hogyha a gyerekek egészen kezdetektől kezdve nem csak az óvodába viszünk gyümölcsöt és eszünk gyümölcsöt, mert az jaj, de fontos, hogy gyümölcsöt együnk, és körülbelül itt a vége fuss el véle, hanem folyamatában kapnák azokat az információkat, amivel egyre tudatosabban lennének képesek táplálkozni. Fogyasztói társadalom, nem tudjuk mit szól hozzá. De. Hát meg egyáltalán ez a mai rend, annak idején az egészségtantanárokat azért képezték, akkor nem is tudom, 25-30 éve végeztem én, hogy az iskolában lesz ilyen tantárgy, és milyen fontos, aztán az soha egész többet nem lett belőle volt, semmi. Így van, nem lett belőle semmi. De ha figyelik műsorainkat, akkor sok mindent el lehet sajátítani természetesen. Elszakadt az időnk, megint ott tartunk, de én azt hiszem, hogy ezt a témát érdemes lesz továbbvinni, hiszen még mindig nem beszéltünk arról, hogy mi a helyzet a diétákkal, mert családban ezt megoldani,
mikor mindenki másra érzékeny, és mindenki más teszik, hát anyukának kihívás ott van rendesen, úgyhogy ez egy nagyon aranyos dolog, egyébként ebben is volt példa, a három gyerekes család, és akkor középen ül az egyik gyerkőc, és akkor kérdezem, hogy rakhatok-e neki ilyet, vagy kérsz-e, és a másik két testvér, hogy de hát ő olyat nem eszik. Igen. Megtanulják. Ez egy összetartó család. Nos, hát én nagyon szépen köszönöm a mai műsort is Supiszné Tóth Máriának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Tornyai Gábornak. A Fehérvár Televízió nézőinek köszönöm, hogy velünk voltak. Ezzel a műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Addig is kellemes televíziónézést kívánok. Viszont hallásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.